Kiadalájások alá látok, és köszönök papírhoz, hogy az osztályon mindenki nagyon örül a tibetkátoknak, és azt, amit csináltatok, hogy ez mindenkinek könnyebbség, mindenkinek, aki dolgozik. Ezt nagyon-nagyon szépen köszönjük, de szuper! A gyermeksebészeti osztály dolgozói köszönték meg ezzel az aprósággal a Nevetni Kék Alapítvány munkáját. Az önkéntesek ugyanis mesefigurákat festettek a kórház falaira. Ahol most állunk, ez a Pécsi Gyerekklinikának a gyermeksebészeti osztálya. Mi gyakorlatilag a gyermeksebészet egész spektrumát lefedjük, ami azt jelenti, hogy mind hasi, mind mellkasi, mind urológiai sebészetet és traumatológiai ellátást is végzünk, és 24 órás ügyeleti szolgálatot látunk el, ami itt a Dél-Dunántúli régiót öleli fel. Itt ez jelenleg egy 6 kórtermes és 26 ágyas osztály, ahol vagyunk, és itt vagyunk gyakorlatilag szinte mindig telt házon, vagy kisebb-nagyobb hiányokkal, de itt dolgozunk. A részleg egyébként még tavaly októberben költözött át a Honvéd Kórházba, ugyanis a József Attila utcai telephelyen felújításokat végeznek. Pár évvel ezelőtt kapott egy nagy lehetőséget a klinikánk igazából, aminek egy részeként a gyermeksebészeti osztályunkat, az eredeti telephelyünkön, a műtőnkkel együtt sokkal korszerűbbé tennék. Viszont ehhez átmenetileg el kellett költöznünk, ahol most a munkálatok folynak. A Pécsi Klinikától ezen a telephelyen kaptunk lehetőséget, hogy addig itt működhetünk. Ez régen a Honvéd Kórház részeként működött, ez az osztály. Sokáig üresen állt, és nekünk pont ideális volt erre, hiszen itt többek között ebben az épületben traumatológia is működött, és nagyon korszerű műtők működnek jelenleg is. Így jött a lehetőség, hogy mi ide költözünk, és ezt föl is újították a számunkra, az ellátásra megfelelőt vétették. Viszont amikor beléptünk ide az osztályra, akkor meglepődtünk, minden nagyon szép, minden nagyon nagy, minden nagyon jó, viszont nagyon fehér a fal. És ez nekünk alapból nagyon furcsa volt, és azért a szülőktől, gyerekektől is hallottuk, hogy jól érzik itt magukat, de egy kicsit fehér itt minden. És akkor beszéltem én a Glóriával, a Nevetni Kék Alapítványnak a vezetőjével, akivel már korábbról jó kapcsolatot ápoltunk, hiszen a korábbi osztályunkon is a gyerekek foglalkoztatásában sokat segítettek, és a klinikán több kórtermet már kifestettek, hogy tudnának-e segíteni az itteni kórtermek és az osztály feldíszítésében, és ő az első kérésünkre igent mondott, és gyakorlatilag megszervezte ezt az egészet, és kórteremről kórteremre haladva minden hétvégén megemlíteném, hogy a járványügyi szabályokat betartva festették ki itt nekünk az osztályt, és nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk ezután a szülőktől és a gyermekektől is, és kezdjük nagyon otthon érezni magunkat most már itt emiatt. Az alapítvány már korábban is végzett hasonló tevékenységet a gyermekklinikán, illetve játékos foglalkozásokat is tartanak több alkalommal a kórház kisbetegeinek. A sebészeti osztály most az átalakítás miatt ide átköltözött a Honvéd Kórházba, és mivel azért ők tudják, hogy már jó pár kórtermet a gyermekklinikán kifestettünk, ide pedig egy nagyon fehér osztályra kerültek, ezért rögtön az volt nekik az első, hogy felkértek minket, hogy ezt is tegyük gyermekbarátibbá. Úgyhogy igazából ilyen mártól áprilisig tartó időszakban minden hétvégét itt töltöttünk az önkéntesekkel. Körülbelül 50 önkéntes segítette ezt a munkát, és kifestettünk 6 kórtermet, a játszószobát, meg a folyosót, olyan magyar illusztrátorokkal, akik egyébként így a mostani magyar mesekönyvekben szerepelnek az ő rajzaik, illetve a Disney-től is kaptunk engedélyt, úgyhogy például itt a játszószobában, hogy az ő engedélyekkel került fel a Mici Mackó. A mesefal bemutatása mellett egy meglepetéssel is készült a Nevetni Kék Alapítvány. Egy általuk készített kincses ládával is kedveskednek a gyerekeknek. Most a harmadik kincses ládánkat fogjuk átadni a gyermekklinikának. Teljesen egyedi, ilyen csak igazi kincses láda, hogyha kinyitjuk, akkor különböző életkoronként a kártyán van a titok 0-tól 1 éves korig, csendes könyvek 1-től 2-ig, állatkotyvasztó 2-től 4-ig, még csillagpálcák is vannak, 4-től 6-ig például cipőfűzőcske, kis itt olyan csendes könyvek van, amiben már matekozni is kell.
és a kamaszoknak 18-ig, akár még ördöglakatot is. A jövőben további együttműködésekre is nyitottak a felek. A Nevetnégék önkéntesei már most tervezgetik, hogyan fogják kifesteni a még felújítás alatt álló József Attila utcai épület kórtermeit.